Ha nincs gyerek, akkor az egész országgal lesz baj. Ezt a problémát évek óta igyekszik a kormányzat súlykolni a közéletben. A még mindig negatív demográfiai mérleg, az öregedő korfa és a családpolitikai intézkedések felülvizsgálata vezetett a hét fontos bejelentéséhez. Az 5000 fő feletti településeken csók plusz néven új kamattámogatott hitelkonstrukciót vezetünk be. A változásokkal az a cél, hogy az eddig nem túl vonzó városi konstrukciót többen vegyék igénybe. A Csok program legjelentősebb változásai 50 millió forintig vehető igénybe a támogatás. 3%-os kedvezményezett hitellel vehető igénybe. 20%-ról 10%-ra nőtt az önerő, és az életkorhatár is kedvezően változott. Erről tartó sajtótájékoztatót Pócs János országgyűlési képviselő pénteken délelőtt. 5000 fölötti településeknek a Csók programja, az szól arról, hogy a hitel a gyermek számtól függvényében 15, 30, illetve 50 millió forintos támogatás is lehet. Ez a táblázat bemutatja a legfontosabb változásokat. A kibővített összeghatár, a kedvezőbb korbesorolás, a feleződő önrész mellett azt is látjuk, hogy mikortól kell törlesztőt fizetni, és a gyermekvállalások milyen támogatásokkal járnak. Azóta sokan a felmerült konstrukciókról beszélnek, melyet különböző összefoglaló számítások alapján lehet kiszámolni, hogy kinek milyen formula ajánlott a terveihez. Fontos kiemelni, hogy a lehetőségek az öregbefogadásoknál is életbe lépnek a több tíz éves gyakorlattal szemben, amikor a édesanyák számára a karrier és a megérhetés sokkal fontosabb volt, mint a gyermekáldás. Ez a támogatást, ezt a szemléletet próbálja revidálni, hogy a gyermekáldás az ajándék legyen, és ne rosszabbul járjon, hanem jobban. A választókerületi városok Berény, Apáti, Fényszarú, Árokszállás, Kísérés, Újszász mellett Ladány is érintett az új lehetőségben az új Csok január 1-én váltja az előző konstrukciót.